Sziasztok! Vargati Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Mai alkalommal nem arról szeretnék veletek beszélni, hogy micsoda autók vannak a magyar piacon, meg mi történtek, hanem hogy mi történik akkor, hogyha megvásároltok egy autót, mit érdemes megcsinálni rajta, mi az, amikor már érdemes elengedni egy autót, mi az, amikor már nem érdemes megvásárolni, és mi az, amikor még igen. A költségek tervezése már a vásárlás előtt kezdődik. Ha van mondjuk 2 millió forint autóvásárlásra, akkor lehetőleg ne 2 millió 200 ezer forintért keressetek autót, mindenképpen számoljatok egy jelentős összeget az autó átírására, illetve a kezdeti szervizelésekre. Hiszen higgyétek el, 10 évesen egy autósa lesz patika újszerű állapotban. És még ha így is lenne, mindenképpen érdemes azért egy olajcserével, minden szűrő legalább számolni. El szokott még hozzájönni az, hogy kopott a gumi, kopott a fékbetét. Tehát minden, minden olyan dolog, ami egyébként kopó alkatrész, és nagy eséllyel nem költöttek már az autóra. Jellemzően, ha valaki el akar adni egy autót, nem akkor fogja az életét is rákölteni. Ez nagy eséllyel így lesz azzal az autóval is, amit meg akartok venni. Hiába van a hirdetésben az, hogy költségmentes, mindenmentes, ilyenmentes, olyanmentes, karambolmentes, akármilyen mentes, és ennél szebb, ennél jobb autót még nem szült ez a föld, és nem látott senki. Higgyétek el, lesznek kezdeti ráköltések, és jellemzően úgyis valami elő fog jönni a következő 6-7-8 hónapban, amire még plusz költeni kell. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy típustól függően tegyen félre, most átlagos autókról beszélünk, még pluszban egy 2-300 ezer forintot javításokra, mert hódziher, hogy el fogja vinni ezt az autó. Ha valamilyen prémium autót vásároltok, BMW-t, Mercedes, stb., akkor tegyetek nyugodtan félre abba a virtuális kis inkább 1 milliót. És ez most egyáltalán nem túlzás. Ha pedig Nincs erre keret, akkor választatok olyan autót, ami olcsóbb, vagy amire nem kell később annyit költeni. Mert higgyétek el, a tapasztalatom az, hogy sírás lesz a vége, és utáni fogjátok az autót eladjátok egy akkora buktával, mint a ház. Úgyhogy, ha, ha kevés pénzed van, vagy idősebb autót keresel, akkor mindenképpen, ö, mindenképpen valami egyszerű autót válasz, ha pedig nem így teszel, akkor számolj egy komolyabb összeget arra, amit úgy fogsz rákölteni, hogy közben nem a gyerek elől kell elvenni a vajas kiflit. Napi szinten kapunk olyan megkereséseket, hogy megvásároltuk a 2006-os, nem tudom, Ford fókuszunkat, és hogy most mit évek legyünk, mert képzeljem el, hogy nem szólt az eladó vagy a kereskedő, hogy egy fékbetétet kell rajta cserélni, meg hogy olajat kell rajta cserélni, meg talán még rozdásodik is a futómű, és atya úristen, most mi lesz? Igen, az a rossz hírem, hogy tizenévesen, ezek normális dolgok, tehát meg kell érteni azt, hogy ha újonnan egy autó mai áron 8 millió forint, te meg megveszed 1,5 millió forintért, nagy eséllyel nem lesz 98%-os. Ezzel együtt nem azt jelenti, hogy minden idős autó egy rom, igenis lehet találni a piacon jó állapotú példányokat, és még akár őszinte darabokat is, viszont az esetek többségében ezt nem fogjátok látni, úgy is úgy hirdetik, hogy patika, nagyon szép, gyönyörű állapotú, a legjobb szögből fényképezve. Ezért érdemes megbízni autóvizsgálót, hogy nézze át az autót, vizsgálja meg, így tudni fogjátok, hogy mit vásároltok. És még egyszer, abban virtuális kispárnában tegyetek félre egy megfelelő összeget, hogy később ne érinteteket meglepetés. A használt autó tartás mindig plusz jár, és itt nem csak az üzemanyagra gondolok, hanem úgyis el fog vinni még összegeket. Tehát, ha megveszitek azt az autót, higgyétek el, hogy nem arról fog szólni, hogy tankolunk bele, és elautózunk a naplementébe, mert nem így lesz. Az autógyárak pedig nem az örökké valóságnak, meg a valhalának gyártanak autót, hanem arra az időszakra, amire még a garancia idő tart, 3, 4, 5, 6, esetleg 7 évre. Utána nem, nem érdekli őket, hogy mi lesz az autóval, hanem gyakorlatilag az a céljuk, hogy ti vásároljatok új autót. 14-15 évesen az az autó bőven túl van a tervezett életkorának a dupláján. Úgyhogy így álljon hozzá mindenki, hogyha autót vásárol. Lehet idősebb autót is jó állapotban vásárolni, és később is jó állapotban tartani, de azért jellemzően a piacon lerugott, szétrohat darabok vannak. A mi feladatunk az, hogy átvizsgáljuk ezeket az autókat, és ki tudjátok választani a megfelelő példányt, ami még használható és jó darab lehet nektek sokáig. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videóinkat, ha tetszett, meg osszátok, meg minden ilyesmit, amikor szoktak ilyenkor. Hello!